Itt az új NAT, egy kicsit erről beszélek a mai logaritmusban. Sziasztok, Duk András Ferenc vagyok, és ma egy újabb digitális oktatásból élményemről mesélnék, ugye már a 9. hetével tartunk a digitális oktatásnak. Tudjuk, hogy csak 1-2 hónapja jelent meg az új NAT és a hozzátartozó kerettantervek, de már is be kell őket vezetni szeptembertől, tehát a mai iskolánk is tartott egy ilyen digitális oktatási nevelési értekezletet, ugye tantestületi értekezletet egy másik nevén, és erről beszélgettünk, elfogadtuk az új órafelosztást, de majd a helyi tanterveket ugye ehhez képest írjuk meg, hogy egyáltalán megbeszéltük, hogy milyen tantervből mennyi órát, milyen évfolyamon tanítunk. A legnagyobb baj egyébként azzal ezzel az átállással, hogy menet közben történik részben. Például az 5 évfolyamos iskolákban, ahol a 0. évfolyam, vagy hát nyelvi előkészítős 9. osztály van, ott jövőre a 9. osztályosok azok már az új NAT szerint fognak tanulni, tehát ők ugye kétszer járják a 9-et, egyszer egy nyelvi előkészítőbe, egyszer pedig egy normál osztályba, ugye ez akár lehet szakgimnáziumi, akár gimnáziumi. És hát szerintem ezt könnyű látni, hogy azért nem túl szerencsés ilyen mértékű, mint ami az új NAT változásokat bevezeti menet közben, arról nem beszél, hogy idén meg minden felidézőt érint. Amikor a szülők és a diákok ugye elkezdték a jelentkezést, akkor még, amikor jelentkeztek például tagozatokra, akkor még egészen más tanterre jelentkeztek, mint amivel szeptemberben fogják kezdeni az oktatást, hiszen menet közben változott az egész. És ez semmiképpen sem segíti a biztonságot. Tehát a legnagyobb problémám nekem ezzel az, na jó, nem, ez nem igaz, nagyon sok problémám van a NAT-tal, és nem tudom, melyik legnagyobb be, de amit ma realizáltam újra, és ugye egyszer már beszéltem talán róla érintőlegesen, az az, hogy úgy változtak menet közben a feltételek, hogy nem tudjuk, mi lesz. És még most se tudjuk egyébként, hogy pontosan mi lesz a tanmenete azoknak a diákoknak, akiknek be kell iratkozniuk a szeptemberbe kezdődő képzésekre. Ugye a kormány nagyon büszke ezekre a tagozati rendszerekre, meg arra, hogy Magyarországon mindenféle fajta középfokú oktatási intézmény van, és ez az a jó, hogyha minél jobban szelektálunk, ugye mindig ezt hajtogatják, meg ez az egész oktatáspolitikának a lényege, ehhez képest meg pont ezzel teszelnek be. Tehát, hogyha még elfogadjuk azt, hogy a kormánynak az oktatáspolitikája az jó, akkor is az a döntés, akkor is vállalhatatlan. Na mindegy, hát én most ennyit akartam, kicsit így elmeséljem, valószínűleg ezzel most sok iskola találkozik, hogy nem elég, hogy digitális oktatása, meg digitális értekezletek, még szeptemberig az új pedagógiai programot, tanmeneteket is el kell készíteniük. Kövessétek a logaritmust, nézzétek meg a részeket, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, holnap is jövök 7 órakor, addig pedig lájkoljátok Duk András Ferenc Momentum Facebook oldalt, ott mindenféle oktatással és egyébként cseppelrel kapcsolatos hírt lehet találni.